A Harcsa Veronika Márkos Albert duó közel 10 éve dolgozik együtt. Több ízben közösen hozták létre filmek és kortárs tánc előadások zenéjét, és együtt készítettek lemezt Kassák Lajos verseiből. Keddi nyíregyházi estjükön a közönség válogatást hallhatott eddigi munkáikból. A műsort a duó tagjai ketten állították össze, Tandori Dezső, Yves Contran, Kassák és Beckett verseiből. Egy különlegességet hoztunk, Márkos Albert csellista lesz a partnerem ma este, és 4 költőnek a versei által ihletett műsort hoztunk el. Ráadásul 4 nyelven fognak ezek megszólalni, magyarul, angolul, franciául és németül. Sok lesz benne az improvizáció, illetve Márkos Albert a színházi világban is nagyon sokat mozog, mint zeneszerző, és elsősorban az ő megzenésítéseiben hallhatjuk majd a dalokat. Harcsa Veronika 2008-ban diplomázott a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem jazz tanszékén. 2014-ben pedig mesterdiplomát szerzett a brüsszeli Királyi Konzervatóriumban. Nevéhez számos szerzői album mellett verslemezek is kötődnek. 2014 óta a művészetek völgyében saját udvart vezet, folyamatosan turnézik, a világ több mint 30 országában lépett fel. Márkos Albert, kolozsvári születésű csellista, zeneszerző, 1993 óta Magyarországon él, improvizatív, kortárs, alkalmazott és kísérleti zenével foglalkozik. Számos színházi előadás zenéjét szerezte, többször dolgozott a nyíregyházi Móricz Zsigmond Színházban is, ő az alkotója az Énekes Madár és a Mester és Margarita című előadások zenéjének. Nem is koncerten dolgoztunk először, hanem színpadi muzsikán. A Trafóban volt egy előadás, amit Szabó Réka rendezett, és ahhoz kért fel minket, hogy közösen komponáljunk zenét, az az első. Aztán egy filmzene következett, Mátyás Járó rendezett egy filmet, aminek az a cím, hogy Utolsó idők, és annak közösen komponáltuk a zenét. Azzal meg is nyertük annak idején a filmzenén a legjobb zeneszerző díjat. És aztán egy Almériában is forgattunk egy filmben, ott is zenéltünk, de ott benne is voltunk a filmben. Így kezdődött a közreműködésünk. A Bencs Villa 2 hét múlva a Női Szalomba várja majd a nézőket. Augusztus végén pedig a Vidor Fesztivál néhány rendezvényének ad otthont az épület.